Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most mutatok nektek egy érdekes jóslást, amikor választások előtt álltok. Hogy melyik irányba kellene lépni, melyik lenne a helyes döntés. Ez egy általános kivetés, gyertya mágiával, itt a sárga színű gyertya segít abban, hogy tisztázódjanak a dolgok, hogy tisztán láss valamit, hogy jó döntéseket hoz. Tehát ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként mindig 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. A gyertya már ég, érezhető a hatása, a videó végén átküldöm a gyertyamágiának az energiáját, akkor helyezd magad kényelembe, és ha eszedbe jut egy kép vagy egy fogalom, akkor az segít a döntéseknél. Megnézheted többször is ezt a videót, akkor más fogalom jut eszedbe, vagy látsz egy más képet, és aktuálisan az segít majd a döntéseknél. Itt középen látható a te jelenlegi helyzeted, vagy az, hogy mire kellene most odafigyelni. Most döntések előtt állsz, mint például maradj-e a munkahelyen, vagy távolodj el ettől. Az egyik irány például, hogy igen, itt maradok a munkahelyemen, és mi történik akkor, ha felmondok, akkor itt lesz egy új kezdet, az lenne a másik irány. Az is lehet, hogy van két lehetőség, ezen a helyen dolgozni, vagy egy másikon, akkor itt gondolj arra, hogy az egyik hely például ez az oldal, a másik hely a másik oldal, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, melyik döntés lenne helyes számodra. Vagy például nem tudod, hogy elköltözze, igen vagy sem. Akkor lehet az, hogy ez az oldal mutatja, mi történik akkor, ha maradsz, a másik oldal mutatja, hogy mi történik akkor, ha elköltözöl. Vagy költözködésnél lehet két ingatlan. Az egyik ingatlan A, a másik B. Gondolj arra, hogy melyik ingatlant hova helyezed, melyik oldalra, és majd megmutatják a kártyák, hogy mi történik akkor, ha az egyik irányba döntesz, és mi történik akkor, ha a másik ingatlant választod. Vagy kihathat a párkapcsolatra, amikor döntések előtt állsz, hogy maradj-e a házasságban, vagy legyen vállás, és élj a szerelmeddel például. Mi történik az egyik döntésnél, mi történik a másik döntésnél. Az is lehet, hogy belépett két férfi az életedben, az egyik például Péter, a másik Zoltán, és felteszed a kérdés, hogy melyik férfi az igazi. Tehát itt végül is a döntésekről van szó. Melyik irány lenne a helyes? Mi várható, ha az egyik irányba döntesz, mi várható, ha a másik irányba döntesz? Először megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt a kelyhek utalnak az érzelmekre. Lehetnek a te érzelmeid, lehetnek az ő érzelmei. Itt vannak korlátozások. Az is lehet, hogy ő visszahúzódó, olyan makacs a tartása, nem tudod hogyan tovább, mit érez irántad. Viszont itt a másik kép utalhat arra, hogy ő kilép ebből a helyzetből, közeledik hozzád, de az is lehet, hogy itt egy másik férfiról van szó. Az egyik makacs, visszahúzódó, a másik pedig közeledik. Ebben a helyzetben bíz abban, hogy a csillagok segíteni fognak, hiszen a csillagok szerencsét hoznak, lesz egy szerencsés fordulat,
Vagy legyen meg a bizalom, mert minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Most megnézzük itt a bal oldalt. Ha így döntöttél, vagy úgy érzed, ezek a te kártyáid, akkor megnézzük, hogy ebben a helyzetben ez helyes döntés lenne-e, igen vagy nem, és akkor összehasonlítjuk majd a másik oldallal. Tehát, ha ezt az oldalt választottad, mi történik? Ez egy jó döntés, igen vagy sem, mire számíthatsz? Itt vannak viták, félreértések, támadások, veszekedések. Itt ezen az életúton megjelenik a hegy, ezek a problémák, ami nyomaszt téged. Tehát ez lenne egy rossz kezdet. De nem jelenti azt, hogy rossz döntés, hiszen látható, hogy kilépsz ebből a helyzetből, megvan a mozgás, a könnyűség, a kommunikáció, ez kihathat az otthonra, a családra, vagy a ház azt is jelentheti, hogy kiépítesz valamit, itt lesz egy szép jövő, hiszen itt kivirágzik valami. De gondolj arra, ennél a döntésnél kezdetben vannak problémák, viták, veszekedések, nehézségek, de van lehetőség arra, hogy itt legyen egy szép jövő. És most megnézzük a másik irányt. Ha ezt az irányt választottad, ezt az oldalt, akkor mi vár rád ennél a döntésnél? Itt kisüt a nap, megvilágít valamit, látható a tisztaság. Itt megvan a nyilvánosság, az elismerések, kinyílik ez a kapu, ezek a lehetőségek, mindez kihat a sors utadra, vagy a sors utatokra, hiszen itt a sors utak kereszteződnek, lesznek változások, fontos döntések. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mások észrevesznek téged, megvan a szép kisugárzásod, megkapod az elismerést, egy levél vagy egy szerződés már útban van hozzád, megvan ez a ragyogó kisugárzás, tisztázódnak bizonyos dolgok. Ha te egy férfi vagy, akkor ez a hölgy írni fog neked, mert itt a sors utak kereszteződnek, tehát ez a hölgy találkozni akar veled, a nap láthatóvá tesz téged, tehát lesz egy találkozás itt a nyilvánosságon. Ami a munkát illeti, vagy egy költözködést, akkor a levél jelent szerződéseket, és ha te egy hölgy vagy, akkor te irányítod az eseményeket, vagy ez a szerződés egy nőtől jön. És most átküldöm a gyertya energiáját, figyelj oda arra, hogy milyen kép jelenik meg előtted, milyen fogalom, és bíz abban, hogy itt tisztázódnak a dolgok, és lesz egy fontos döntés, és jól fogsz dönteni. Azon kívül ez a gyertya jelenti a levegő elemét, a könnyűséget, kommunikációt is. Mint említettem, ha többször megnézed a videót, akkor mindig más fogalom jut eszedbe, vagy egy más kép jelenik meg előtted. Én is kaptam egy képet, érdekes, hogy én egy dinnyét láttam ezen a képen, ami fel volt vágva, és mit jelenthet ez a dinnye? Most gondolkozni kell ezen. Számomra az, hogyha most jól döntesz, lesz egy változás, az gyümölcsözni fog. Hogy számodra mit jelent a dinnye, vagy milyen képet láttál te,
Ezt leírhatod a kommentárban, vagy írd le a véleményedet, azt is leírhatod, hogy szeretnél-e többször ilyen kivetést, akkor majd odafigyelek erre, és akkor az jön többször. Leírhatod a véleményedet, vagy ha tetszett a videó, akkor lájkold, vagy jelentkezz fel a csatornámra, ennek is örülnék. Köszönöm szépen, és én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!